Nagy Boldogasszony napjára minden év augusztus 15-én emlékezik meg a katolikus egyház. Ilyenkor búcsúval, szentmisével ünneplik meg a jeles napot. Tolnán Bíró László tábori püspök tette tiszteletét és tartott elmélkedést, majd celebrálta a misét a város katolikus templomában. Elővételezett búcsúban vagyunk. Ugye 15-én hétfőn lesz Nagy Boldogasszony ünnepe, és Csaba atya, hogy a pap kollégák is eljöhessenek, előre hozta szombaton már, hogy ünnepeljük Nagy Boldogasszonyt. Ez egy kollegiális gesztus a Csaba atya részéről. A búcsú az egy vallási intézmény. Ugye minden templomnak van védőszentje, és a védőszent ünnepét nevezték búcsúnapnak. És ha most néprajzi oldalról közelítem csak, akkor a búcsú azt jelentette, hogy ilyenkor az onnan elszármazottak visszajártak a szülőfaluba, aztán a gyerekek is összejöttek a szülőknél, vagy ha a szülők már megöregedtek valamelyik testvérnél. Szóval a búcsú az egy nagyon fontos társadalmi cselekmény volt, mert segítette az embereket a találkozásban. Régen a búcsú egy esemény volt, ahová illet is elmenni, és jól is esett elmenni, mert a találkozás ünnepe volt. Vallási vonatkozásban azonban sokkal mélyebb értelmezése volt az eseménynek. Erről is beszélt Bíró László püspök. A szolidaritásnak az ünnepe volt. Tudnék, a hiszek egyben, imádkozzuk, hiszem a szentek közösségét, és a búcsút, a búcsú kegyelmeit nem csak magamért ajánlottam föl, hanem fölajánlotta az illető megholtjaiért, élő és meghalt rokonaiért. Egy nagyon szép a katolikus gondolkodásban a szolidaritásnak egy nagyon szép ünnepe. A fájdalmas szűzanya ábrázolása az konfrontál bennünket a lét valóságával. A léthez hozzá tartozik a szenvedés és a fájdalom. El lehet hagyni a fájdalmas önötiszteletét, de a létnek a valósága, amihez hozzá tartozik a fájdalom és a szenvedés, az nem fog eltűnni. Egy Tolnán Nagy Boldogasszonykor Szekszárdon a Remete kápolna búcsúját tartja a szekszárdi nép, és az Kis Boldogasszony, tehát szeptember 8-ához kötődő, de itt van a közelben a Cikói templomról, annak is a búcsúja kisasszony nap volt, ugye nagyon sok szép itt a környéken kis búcsújáró helyünk van, ugye a szegény embernek egy kicsikét a turizmust is jelentette ezt. A gyerekeknek meg a selyemcukrot, meg a nyalókát, meg a nem tudom én micsodát. Szóval nagyon-nagyon széles skálában volt ez élményszerűvé téve. Nagy Boldogasszony ünnepe, akár csak a régmúltban, manapság is nagyon fontos üzenetet hordoz magában, tette hozzá a püspök. Arra hívja fel a figyelmet, ugye azt ünnepeljük, hogy Mária testestől, lelkestől fölvételt nyert a mennybe, vagyis azt üzeni az embernek az ünnep, hogy te értékes vagy. És nagyon vigyáz arra, hogy az életet a teljes emberség tartalmával éld meg. Figyelj a szellemre, figyelj a lélekre, figyelj a testre. Legyen arányos. Az egész embert hívja meg Isten a vele való közösségre. Mária mennybe fölvételéről beszélünk. Ugyanakkor, tehát nem pusztán emberi teljesítmény az, hogy Mária fölment a mennybe, hanem Isten cselekedete. Ugyanakkor ezt az ünnepet így is fogalmazhatjuk, ugye Mária igent mondott Isten akaratára, így fogant meg szíve alatt az élet, Jézus élete, és halálokor Isten igent mondott Máriára, ebből jön ki a mennybe fölvétel ünnepe.
Szűz Mária mennybevételének napja a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe. Magyarországon Szent István király avatta ünnepé Nagy Boldogasszony napját. A király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ismert az is, hogy maga Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el.